és a Rába egyetértettek abban, hogy egy ilyen modellnek a felállítása az mind a két cég részére kedvező eredményekkel járhat. Ez igazából egy szárnyéknyilatkozatnak az aláírása volt még tavaly évvégén, és februárban ezt követte egy megállapodás csomagnak az aláírása, ami egy kereskedelmi megállapodáson túl két nagyon fontos megállapodást is tartalmaz. Egyrészt egy kooperációs együttműködési megállapodás, másrészt pedig egy nevezett ellentételezési megállapodás. A cél az, amit itt megpróbáltam felsorolni. Úgy gondoljuk, hogy Magyarországon a Rába és a Volvo sikeresen indulhat, mint szállító, gyártó és szállító a magyar buszpiac kihívásait teljesítendő. Úgy gondoljuk, hogy az a technológia és az a termék, ami a Volvo-nál rendelkezésre áll, és megvan, az Magyarországra adaptálható, Rába és más magyar beszállítók által. És egy speciális eleme van ennek a megállapodásnak, ez pedig az importtartalomnak a 100%-os ellentételezésre, ami azt hiszem, hogy túlmutat minden eddigi üzleti modellen. Azt gondoljuk, hogy ez azért előnyös nemzetgazdasági szinten, mert azért a közösségi közlekedés az alapvetően közpénzeknek az elköltését finanszírozza. Ez az üzleti modell lehetővé teszi azt, hogy az elköltött közpénzek gyakorlatilag az országon belül hoznak létre munkahelyeket. Tehát a saját belső felhasználást, a saját belső gazdaságot fogja ez élénkíteni. Miért jó ez mondjuk a közösségi közlekedés szereplőinek? Azért, mert egy ténylegesen kipróbált, nagyon jó műszaki tulajdonságokkal rendelkező széles termékcsalád, széles választékot kínáló termékcsaládhoz jut. Miért jó ez mondjuk a hazai vállalatoknak, akikkel mondjuk szerződést kötünk? Azért, mert az ő termékeik kikerülhetnek a világpiacra, bekerülhetnek a Volvo-nak a beszerzési rendszerébe. Miért jó ez mondjuk nekünk? Azért, mert egyrészt ez a fajta autóbusz összeszerelési tevékenység, amilyet mi fogunk itt az elkövetkező években végezni, ez nyilván rentábilisnak kell lenni, de ezen túlmenően nagyon fontos az, hogy ez minden cégünk számára új piacokat hoz. Tehát gyakorlatilag új növekedési pályára állíthatja mondjuk a cégeinket, és ez most így az úgynevezett válság utáni időszakban, ez egy új lökést adhat mondjuk a cégeinknek, hiszen meglehetősen nagy nagyságrendről van szó.